reggelente felébredek, és beletelik egy jó 2-3 percben, még lefuttatom a fejembe, hogy nem álmodtad. Tényleg, ezek a dolgok megtörténtek. Ez egy olyan ajándék, ami semmihez nem érhető. Eléggé puritán lakásban élek. Ha valami elromlik, akkor sem esem kétségbe, mert többnyire saját kútfőről meg tudom javítani. Angol tanításból keresem a kenyérre valót, de azért igyekszem félretenni pénzt, hogy minél jobb felszereléseket vásárolhassak magamnak, és minél jobb hangszereket. Mindig a szüleim az első közönségem. Ez még egy új dal. Hát ez még nincs szöveg, de majd lesz. Nem sokára, még csak az alap. Hogyha bármilyen új dal ötlet, vagy dalfoszlány, vagy néha egész dalok, amik megszületnek, ezeket mindig nekik mutatom meg legelőször. Amikor színpadon vagyok, akkor egy teljesen más énem kerül elő, amely énemek nagyon nagy része az ösztönösség, és az egy fantasztikus, eufórikus érzés, amikor csak lebeg az ember, és mindent kiad magából. Megosztár színpadán Farkas Jenzer Balázs. There with you, I'll always share.